Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma a Sivananda Joga Központban. Szívből köszönöm Omkára meghívását. És kezdjük a mai dharma beszédünket, illetve workshopunkat egy egyszerű mantra recitálásával. Legyen ez hagyományatok szerint az Om mantra. Haranggal kezdünk, és szépen hangolódjunk össze rá, és folyamatosan szóljon a mantra egészen addig, ameddig újból meg nem szólal a harang. A tiszta univerzum mantrájára, ez már két szótag, Om Nam, szintén háromszor, közösen. Azt olvashattátok, a koreai buddhizmus, illetve a jóga találkozásáról, szinergiájáról lesz ma este szó, még egy kis mantrával is fűszerezve. Először Omkárának szeretném átadni a szót, hogy halljátok meg azt a felvezetőt, amit előkészített számotokra. Om Namah Shivaya. Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Jóga Központ vezetése nevében, és természetesen kedves vendégünket, Csongán Szunimot is, az eredeti fény zen közösség apátját, akinek nem az első látogatása a Sivananda Joga közösségnél, hiszen már felavatta Pili Szentléleken a új Buddha szentélyünket, illetve Prémadászival voltunk kint előadást tartani a közösségnek a kolostorjában, augusztus elején, és akkor eldöntöttük, hogy ennek lesz folytatása, ami a mai napon, mai este fog megtörténni. Ez egy különleges kapcsolat, ami a két közösség között van. A kapcsolat különlegessége az, hogy Magyarországon először sikerült valakivel úgy leülnöm, aki nem az én nézőpontomat képviselte, de addig beszéltünk a Dharma Kutir kertjében, amíg kiderült, hogy közös nevezőre kerültünk. Olyan komoly dolgokat tudtunk egymással megbeszélni, pszichológiából, mély filozófiából, amiért mások vallásháborút indítottak, és nagyon sokan meghaltak emiatt, amit a kertbe egy teja mellett meg lehetett beszélni. Ez engem nagyon megragadott, és azért gondoltam, hogy ebből nektek is kell valamit adni. Csongán Szunim egy különleges ember, hiszen 6 évet töltött zen kolostorban, Koreában. Magyarországon egyetlen egy nevet jegyeztünk meg Koreából a Kim Il-sung gyerekkoromban. Úgy tudtuk, hogy mintha nem is lenne Dél-Korea. Holott pontosan a dél-koreai nép az, aki megtudta ezt a csodálatos kultúrát, a zen kultúráját őrizni, és én abban reménykedek csak, délután is már
pár órát eltöltöttünk egymással, hogy vagytok annyira bátrak, hogy nem az lesz a kérdéseknél, hogy mély lehajtott fejjel nézzünk, hogy ki lesz a kérdező, hanem aki tényleg érdekel az, hogy hogyan tanulnak, hogyan fejlődnek, hogyan gyakorolnak azok az emberek, és természetesen akinek mindez kevés lesz, az két nap múlva egy nap pihenőidőt adtunk egymásnak. Így van. És két nap múlva a Bubánat völgyben, az Enkolostorban folytatjuk ezt a beszélgetést, Dharma beszéddel. Nem akarom a Dharma szónak a jelentését itt értelmezni, mert ha sikerülne, akkor későn mennétek haza. De maradjunk csak abban, hogy minden, ami az univerzum rendjével összhangban elhangzik, az mind Dharma beszéd. Amit még érdemes megemlíteni, hogy a meditációra, illetve azokra a mantrákra, amit direkt én kértem, hogy egy kicsit gyakoroljunk közösen, azért van szükség, mert egyszerűen sokan úgy gondolják, hogy bejövünk egy jógaórára, elkezdődik a jógaóra, és nem az történik, amit szeretnénk. Egyszerűen azért nem történik meg, mert nem az az ember jött be, aki kész, hogy megtörténjenek vele azok a dolgok. Ha házi feladatot kapok a Himalájából, akkor azt mondják, hogy egy új fejezetet akkor kezdhetek el, hogyha a Gayatri mantrát 108-szor elismétlem. Ha egy újabb részt kezdek el belőle aznap, akkor lehet a papírhoz hozzányúlni, ha minimum 10-szer elmondom ugyanezt a mantrát. Tehát sok mindent mondhatnék az enközösségnél szerzett élményeimről, amit számunkra is inspirálóak, például gyönyörű szép zöldséges kertjük van, például nagyon szép lovacskák sétálnak a kertjükben, például, ahogy ma hallottam, két vadonatúj jurtát felépítettek, a másik pedig az, hogy mindent egyetlen egy rendező elv köré raknak, minőséget, a legmagasabb minőséget. Az elmének, a tárgyaknak, a viselkedésnek, és ez azt hiszem nekünk is egy nagyon jó hívó szó. Köszönöm, hogy eljöttél, és átadom a szót, hogy ezt a rengeteg dolgot, amit felírtam neked, el is mond. Köszönöm szépen, mert a bevezető állításainak is nehéz lesz megfelelnem, de az az étlap, amit is olvashattatok, hát az az indiai éttermekbe való, ahol rengeteg minden ízletes dolog van. És rögtön kezdeném azzal, hogy a buddhizmusnak, mint tudjátok, három nagy átadási vonala van. Az egyik a déli, amit úgy téravádaként szoktunk emlegetni, az északi, amit mahajánaként, és a mahajána egyik darabja a zen. Amikor a koreai zenről van szó, akkor három nagy komponensre figyeljünk. Az egyik a taoista hatás, ezért szürke a ruha. A konfuciánus hatás, amely nagyon komoly rendet, egyfajta nagy családot, szigorú hierarchiát vezetett be. És a buddhizmus maga, amelyik ugye hozta azt, amit Shakyamuni Buddha és Bodhidharma tanított. A specialitása ennek az a paradoxal való gyakorlat. Képzeld el azt, hogy a rendszer az olyan, mint a híd, ami az egyik folyópartról a másik folyópartig gyönyörűen fölépül, és átmész rajta. Ezt a rendszert valakik már fölépítették előtted. És semmi más dolgod nincs, hogyha tetszik az, amit a túlsó partról megtudtál, akkor átsétálhatsz a hídon. Csak mivel te ebben kreatívan nem vettél részt, ezért nagyon gyakran nem jól viszonyulunk a hídhoz. Az egyik, hogyha nem tetszik, amit a hídon haladva tapasztalunk, akkor néha beszoktunk ugrani a folyóba. Ez az önsorsrontás mozdulata. A másik, hogy félúton visszafordulnánk, de közben a hídból egy darabot lecsavaroznánk és vinnénk magunkkal, mondván, hogy nekünk ez már megvan, ez bőven elég, köszönöm szépen. Akik nagyon dühösek lesznek a hídra, azok fel akarják robbantani. És akik pedig tényleg elveszítik önmagukat, azok díszlépésben egyszerre a többi magukat elvesztett emberekkel vigyázmenetben szeretnének vonulni a hídon, és ez pedig szintén lerombolja a hídat. A zen nem előre
megtervezett rendszerrel dolgozik, hanem egyszerűen feltesz egy kérdést, hogy te és a karmád azonos vagy, vagy különböző. És hogyha rálátsz a karmádra, rálátsz arra, amit belül viszel, akkor kiderül, hogy egy hátizsákot hoztál le magadban, amivel úgy hitted, hogy azonos vagy, mert a szíja olyan mélyen vágódik a testedbe. De kiderül, hogy nem vagy vele azonos, ezt leteheted, az azonosulást megszüntetheted, a dualisztikus viszonyt felszámolhatod, és csak láss. Ekkor a hátizsákból egy követ beledobsz a folyóba, és ez egy lépőkő lesz. Nem csak a tiéd, de ezt te csináltad. És a hátizsákból, ahogy a gyakorlatod által szabadulsz meg a különböző illúzióitól, újabb és újabb köveket dobsz bele a folyóba, és azok lépőkövekké válnak, és rálépsz, és haladsz. Nem vagy egyedül. Sok ember melletted a saját hátizsákjából dobja bele a köveket, és egymás köveire is ráléphettek, de haladás a saját hátizsákodból való felhasználás által lesz. Hol van a túlsó part? A túlsó part akkor ér el hozzád, amikor az utolsó követ beledobtad a folyóba. A zen nem dolgozik olyan külső erőkkel, hiába van több tucatnyi buddha és bodhisattva, amelyek téged megváltanának, vagy akaratottól függetlenül megszabadítanának a saját tühöttől, kabzsiságottól és téves nézeteitől. Ez erőfeszítés nélkül nem megy. Erőkifejtés közös küzdelem nélkül nem megy, közös gyakorlat nélkül nem megy. És vannak olyan templomok Koreában, ahol 1200-1300 éve folyamatosan, kivéve a háborúkat, gyakorolták azt a meditációt, amit szerencsém volt kint megismerni, és Dél-Koreában a világon egyedüli országként a 90 napos elvonulások hagyománya megmaradt. A nyári 90 napos és a téli. Ez a nagy takarítás. Tehát képzelj el egy olyan ásramot, ahol ugyanazt csinálják, mint itt nyugaton, a harmadik átadási vonal helyszínén, csak már mondjuk 1500 éve. És biztos, hogy Indiában ti is találtok ilyen helyeket, és az az inspiráció, ami abból a légkörből következik, az megmagyarázhatatlan és megismételhetetlen, tehát én nem fogom elmagyarázni azt, amit nem lehet. Ezt azért sem teszem, mert ki lehet menni most Koreába, és nagyon sok templomot találhatsz, ahol nem ez van. Ahol csak ceremónia van, vagy nagyrészt szutrákkal foglalkoznak, vagy éppen szerzetes növendékeket nevelnek, és a többi. És ez mind-mind más atmoszféra. Ahol igazán gyakorolnak, ott ez érezhető. De semmilyen légkör, semmilyen impresszió nem abszolút értékű, magyarul feltételek által keletkezett, maradt fönt és múlik el. Nagyon érezhető az, amikor egy templom elkereskedelmi esedett. Nagyon érezhető az, amikor osztálykirándulások helye lett, mert annyira népszerűvé vált. Már a 90-es években mondták nekem koreai szerzetesek, hogy ellehetetlenült a gyakorlatuk a nagy templomokban, mert annyi ember jön és megy napi több ezer. És ekkor van az, hogy a távolabbi zentermekbe vonulnak, és vannak olyan templomok, amelyek zártak a publikum elől, és évente egyszer mehet be a nagy közönség buddha születésnapjakor. Ez azért van, mert különben nem tudnának gyakorolni rendesen. Egy helynek a karmája három összetevőből áll. Az egyik az úgynevezett természeti karma. Milyen hegy, milyen völgy, milyen folyó, milyen tó, erdőség, sziklaság, stb. Ezt a természeti karmát Ázsiában a közelmúltig, olyan 100 évvel ezelőttig sokkal jobban értették és őrizték, mint itt nyugaton, ahol ugye az volt az elf, hogy le kell győzni a természetet. Mára megtanultuk, hogy a természet nem legyőzhető, hanem az emberi sors rontható ezen a földön, a kettő nem ugyanaz. És a természeti karma olyan, hogy nem kéne rajta sokat változtatni, hanem alkalmazkodni kéne hozzá, és tanulni kéne tőle. Ezt a taoisták nagyon jól tudták. Tehát, hogyha a geomancia vagy a feng shui kifejezés az számotokra ismerős, akkor ezt a taoisták tudták a legjobban, és a legtöbb koreai buddhista templomnak a helyét ők határozták meg. Olyan szerzetesek, akik a taoizmus és a buddhizmus tanait is nagyon jól művelték.
Számos olyan templomba járok vissza az elmúlt 20 év során, és remélem, hogy az elkövetkezendő évtizedekben is, ahol a természeti karma akupunktúra pontosságú, tehát pontosan oda tették a templomot, ahol a természet energiája a legnagyobb mértékben támogatja az ember mentális erőfeszítését. És így a második típusú karma az a mentális karma, hogy egy adott helyen a nép, a sokasság milyen tudat állapotban van. Tehát bemész olyan helyekre, ahol az emberek általában félnek, és szinte a falakról folyik a verejték, és érzed azt, hogy ott a térben mi van. Bemész olyan helyekre, ahol csak fizikai edzés van, és épp akkor nincs ott senki, de érezhető az, hogy ott milyen tudatállapotban tekerik a kerékpárokat, húzogatják a köteleket, emelgetik a vasakat. Egy templomban amilyen gyakorlat folyik az adott évszázadok alatt, pontosan azt az atmoszférát érzed, mert az van a térben. Ez a mentális karma. És a kettő között van az úgynevezett materiális karma, az az épített környezet, az utak, az infrastruktúra, a házak, amiket mi hozunk létre, de mivel a természetet nem ismerjük nagyrészt, ezért a természettel ez nincs harmóniában. Tehát nem úgy épülnek az épületek, hogy a természeti energia átjárhassa azokat, hanem leválunk sajnos erről. És mivel a mentális karmát a természeti karmának támogatnia kéne, ezért az épített környezetnek elég nagy a jelentősége, hogy hogyan építem fel az épületeket, hogy ne legyenek túl sűrűn, hogy ne legyenek túl magasak, vagy túl alacsonyak belül. Tehát ezeknek azért van jelentősége, mert az ember útját nem lehet úgy járni, hogy közben önszabotást követtem el a saját téves nézeteim által. Nagyon sokféle templomi atmoszféra van, ennek a három karmának az egyensúlyából derül az ki, hogy te egy helyen hogy érzed magad, és rögtön generatív, teremtő módba szeretném ezt a mondatot átfordítani. Minden pillanatban vedd észre, hogy milyen karmát teremtesz, hogy milyen viszonyban állsz a természeti karmával, milyen épített környezetet hozol létre, ha csak egy követ tettél fel egy másik kő tetejére, és milyen tudatállapotban vagy egy adott helyen. Mindenki szokott barátokhoz átjárni egy kis ebédre. Ami a nagyszobában van, a lakásban, az bizony jellemző arra a tudatra, ahogy ott az a lény, pár vagy család él. És ezért javaslom mindenkinek, hogy látogasson el jól gyakorló közösségek helyeire, ásramokba, templomokba és szent helyekre, mert ez a meghaladást szolgálja, a meghaladó bölcsességet szolgálja, a látást szolgálja. Tehát közhely, de sajnos nem egyértelmű mára, hogy a templomok miért fontosak. Azért fontosak, mert eredetileg ez a megvilágosodás helye. A templom, az ásram, azok a helyek, amiket pontosan arra építettünk, hogy az adott önképet és világképet meghaladd, és egy újabb nézőpontot vegyél föl. Tehát nagyon kell tudni, hogy egy adott helyre miért mész be, mert ha nem, akkor az az atmoszféra fog csak uralni, amit ott más valaki megteremtett. És mielőtt tovább lépnénk a koreai koanokra, illetve a kínai eredetű koanokra, azelőtt mondjunk el egy olyan mantrát, amely szintén a felébredés szolgálja. Ez pedig szanszkritul úgy hangzik, hogy gáté, gáté, para, gáté, para, szám, gáté, bódhiszvaha. Szó szerint azt jelenti, hogy menj, menj, juss át a túlsó partra, váj buddhává. Gáté, gátve, gassze, para, gáté, át a kapun, para, szám, gáté, az egy kapuján, ugye, és bódhiszvaha, váj buddhává. Ez úgy szól, hogy szintén a haranggal fogom kezdeni, és bekapcsolódhattok ebbe a gyöngéd recitációba, és a harang újabb kondulására pedig abba hagyjuk. Gate, gate, para, gate, parasam, gate, bodhisvaha, 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 gate, gate, para, gate,
Tathagatam Bodhisvam. Hallod-e a harang hangját? Folyamatosan hallod-e a harang hangját? Mennyire szól bele a saját elméd döngicsélése, a saját karmádnak a percegése, ami szétrágja a pillanatot és megsemmisíti a jelenlétedet. A zen nagyon egyszerű és minimális technikával dolgozó meditációs út, azért, hogy a bonyolult technika ne váljon akadállyá később. Az egyszerűt és tisztát keresi és tanítja. Az egyik nagyon fontos meditációs technika az, hogy folyamatosan halld a hangot, ha van. Ha nem, akkor a csendet halld folyamatosan. Hogyha ragaszkodsz a gondolataidhoz és érzelmeidhez, a múlthoz, a jelenhez, a jövőhöz, bármilyen dualisztikus képzethez, ez elvisz a pillanatból, felaprózza a jelenlétedet és beszennyezi a tudatodat, holott ennek nem kell bekövetkeznie. Az azonosulás és a projekciók azok visznek félre, amikor azonosulunk valamivel, ami nem vagyunk. És ekkor bekövetkezik az önvaló és az önkép eltávolodása vagy szétválása. Minél nagyobb a távolság az önkép és az önvaló között, annál nagyobb a szenvedés. Annál több a téves nézet és az ebből fakadó kapzsiság és harag. Fordítsd meg az egyenletet, hogyha a világon rengeteg kapzsiságot, haragot és téves nézetet tapasztalsz, akkor egész biztos, hogy az önkép és az önvaló hatalmas távolságban áll, akár az egyén szintjén, a család szintjén, vagy a társadalom szintjén. Hát minél tisztábban, igazabbul önmagunkhoz híven élünk, annál kevesebb ilyet termelünk, amely szenvedést okoz. És a meditáció pont ennek a fájdalmas széttagoltságnak, szanszkritul dukhának a felszámolását célozza, és én azt érzem, hogy amikor a nemes nyolc rétőrsvényt olvasom, vagy a jóga nyolc lépését, vagy nyolc szintjét inkább olvasom, akkor rengeteg közös pontot találunk. Amikor a nem tudható tapasztalatáról van szó, vagy a gondolkodás elvágásáról, vagy a narratíva megszakításáról belül elfolytás és kiélés nélkül, akkor számomra ez elhozza a szanszkrit fogalom értelmezését, ami a niróda, és egész biztos, hogy jogamesterek, ahogy Omkára is, nagyon gyönyörű, akkurátus magyarázattal szolgálhatnak, hogy a niróda valójában micsoda. Számomra, mint zen gyakorló, azt jelenti, hogy az elme működés felfüggesztése. Az akaratlagos és később a spontán dualisztikus gondolkodás meghaladása, és az attól való megszabadulás. És hogyha az állandó csácsogást belül sikerül felfüggeszteni, akkor eljuthatunk az egységtudat állapotába, a lényeg tapasztalatához. Amikor ezt a hangot hallod, akkor nincs gondolkodás. Egy pillanatra a narráció megszakadt, az elme működése legalább egy pillanatra fel lett függesztve, csak azt hallottad, hogy tak! Ekkor a tiszta, tükörszerű, térszerű lényegünk nyilvánvalóvá vált. A ráadott reakció viszont a tiéd, hogy megdöbbentette, hogy szeretted-e, hogy vártad-e, hogy tényleg azt kaptad-e, amit szeretnél. Ebben a lényegben tükröződik az igazság. Mert utána biztos, hogy tisztán látsz, ha csak egy pillanatra is, és tisztán hallasz, tisztán érzel, és tisztán beszélsz, és uram, bocsánat, tisztán gondolkodsz is. Tehát nincs a gondolkodása semmi baj, hogyha nem abszolutizáljuk vele magunkat, hogyha látjuk, hogy honnan jön és hová megy, miből táplálkozik és mit táplál, és ami a legfontosabb, hogy szolgál-e valami nagyobbat, mint pusztán önmagunk. A bodhiszattva út erről szól, hogy ébredj föl és segíts ezen a világon, főleg segíts a világnak úgy, oly mértékben és olyan irányban, hogy a felébredés felé haladjunk és ne hozzunk létre több szenvedést. Ugyanis annyi szenvedés már bőven van, hogy a felébredésre motivációt nyerjünk, és most már a másik küszöbértéket súroljuk, hogy éppen a ház fog
azt hiszem, kicsit szétesni az elkövetkezendő évtizedekben, hogyha nem figyelünk arra, hogy a Földdel és egymással hogyan bánunk. És ez mind a saját tudatállapotunk függvénye. Saját tudati tisztaságunk, mint előfeltétel jelentkezik. Tehát nem önzés magaddal foglalkozni. Nem önközpontuság a saját tudatodat tisztítani. Végtelenül össze vagyunk drótozva. Elképesztően függünk egymástól. Saját tisztánlátásunk az egyetlen, ami szellemi tőkeként jelentkezhet, és minden más az ezután következik. Ahogy egy költemény mondja, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. És így megy szépen tovább a költemény. Ezek az utak azonos lényeggel és különböző formákkal és módszerekkel rendelkeznek, és itt számomra a metaforák véget érnek, mert minden hagyomány teljes. És minden teljes értékű szellemi út hagyomány oda-vissza. Számomra nem valamiféle intellektuális lényeg az, ami közös, hanem a lelkünk látóképessége a közös. Az a tudatosság közös, amivel most itt ülünk egymás társaságában. Az a lehetőség a miénk, hogy felébredjünk és segítsünk egymáson. Megkérdezték, hogy mi a templom feladata. És elmondtam, amit ti is hallottatok. De igazából ott látható a templom működése, hogy bejönnek oda emberek meditálni, és 3 nap, 1 hét, 10 nap, 3 hónap után mennek haza. Mekkora volt a változás? Milyen ember jött be, és ugyanazzal a személyivel milyen ember megy haza? Milyen lélek? Milyen tudat? És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert különben csak stílusű indiai, koreai és egyéb épületeket építünk, könyveket nyomtatunk és adunk ki, és jóhiszemű, jó akaratú szolgáltatásból megélünk. Ez mind-mind mellékkörülmény, amit mondok. Tehát hogyan segítünk másoknak és magunknak egyaránt fölébredni és járni az úton? Ez a kérdés. És ezt szolgálja minden. Például az a paradox gyűjtemény, amit koanoknak hívunk, és a koanok azért érdekesek, mert tényleg ledobnak a hídról, a rendszert nem tudod használni, a már meglévő gondolat és érzelmi mintáid nem működnek, és ott vagy a tényleges nem tudás állapotában. És amennyire irritáló volt ez számomra az első 3-4 évben, olyannyira értékeltem és hálával fogadtam, amikor a gyümölcs oldalt láttam, hogyha nem ragaszkodsz a gondolkodáshoz, akkor mindent ki tudsz gondolni és meg tudsz oldani. Ha pedig ragaszkodsz az elgondolásaidhoz, akkor önmagadat korlátozod. A paradox az a paradoxa, tehát a bevett tudást meghaladó módszer. Az ortodox az a bevett tudásra építő vagy ahhoz ragaszkodó módszer. És ahhoz, hogy igazi önvalódhoz eljuss, a gondolkodás előtti, a gondolkodást meghaladó tudatállapothoz, az nem lehet pusztán a rendszerhez ragaszkodni, vagy elméleti igazságokat ismételni, ahhoz tapasztalni kell, hogy ezt a ma délutáni teázásunk közben 5 másodperc alatt ismét kiháromszögeltük, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit mond, ki mit állít magáról, és milyen színű sminkkel festi magát, teljesen mindegy. De hogy mit tapasztal? A lényeg csak tapasztalható, nem tudható. Ahogy nem láthatod a szemedet, és nem hallhatod a füledet, nem gondolhatod el azt, ami gondolkodik. Tehát ez nem rendszerezhető, nem megfogalmazható, mert ez az, ami a rendszert alkotja, ami a fogalmakat alkotja, hallja, és a többi. A Buddha úgy fogalmazott, hogy ez annyira egyszerű, mint hogyha valakinek meg kéne tanítani, hogy az orra hegye az itt van. Nem látod, de itt van. És az egy tükör kell, hogy meglásd. Úgyhogy a koreai zen a számomra Sung San Zen mesteren keresztül elhozta azt a tant, amely a téves nézetek dzsungeléből való kivezető utat jelentette, és a 90-es években egy személyes válságból való megszabadulást, és a helyes kiindulást jelentette, mert egy válsághelyzetből nagyon sokféleképpen ki lehet törni, de onnan tudod, hogy jól csináltad, hogy nem egy újabb válságot hoztál létre.
Úgyhogy én ennyit szeretnék bevezetőként elmondani, és most tisztelettel várom a hallgatóság kérdéseit. Ha már itt Onkára az elején említette a szatszangjukat, amikor annyi mindent megvitattak, én nekem van egy látszólagos ellentét az indhindu tradíció és a buddhizmus között, ami az átma váda és az anátma váda. Ezt el tudnák-e magyarázni? Rátapintottál a közepére, egymásnak már kicsit ki is téptük a haját, nézd meg a veszekedés közben. Tövig, nézd. Tehát már egy kis vitatkozás volt. Rövidre zárva azt a kérdést, amit föltettél, a legrövidebben úgy lehet megfogalmazni, hogy mindenki imádja, amikor valamit elkezd, például amikor van kisgyereked, de majd lesz. De a feleségednek legalább. Tehát mikor az embernek van egy kerékpárja, akkor nagyon jó az, hogyha annak van egy ilyen kis kitámasztó kerek, hogy a gyerek rögtön ne dőljön el se jobbra, se balra, és egy örömteli érzést ad neki, hogy ő már gurul ugyanúgy, mint apa. Aztán egyszer csak elkapja azt, hogy gurul az a kerékpár, és már szeretne fordulni, mert már teljesen tartja az egyensúlyt, és ekkor le kell szedni a kereket. Mi ezt tettük meg. Ez a kerékleszedés, ez azt jelenti, hogy a védikus kultúrában van egy olyan fogalom, hogy átma, vagy átman, ragozás kérdése, átmannak nevezik, ami azt tanítja, hogy mindenkinek van egy egyéni lelke. A buddhizmus pedig azt tanítja az anátman elv alapján, ilyen, hogy egyéni lélek nincs. Ez már alkalmas arra, hogy egymással birkozzunk, de egy egyszerű szó megoldja az egészet, ez pedig a védákban lévő egyik mahávákja, vagy nagymondás, ami azt mondja ki, hogy Atman és Brahman egy és ugyanaz. Azaz a lélek és a tiszta tudat, az egy és ugyanaz. Az embereknek egy darabig nagyon nagy szükségük van arra, hogy abban a hitben éljenek, hogy neki van egy saját elkülönült lelke. És ebből rengeteg probléma van, mert ha neki is van egy lelke, meg nekem is van egy lelkem, akkor melyikünké az igaz lélek. De abban a pillanatban én most... Ez akkor a dzsíva, ugye? Amiről most A dzsíva az nem teljesen, mert nézd meg a védikus képletet. Dzsíva egyenlő, upádi plusz átman. Azaz, mi a upádi? Két akadályozó, korlátozó, behatároló elem, ezek pedig az elme és a test. Tehát ha megnézed azt, hogy az elméd, van neked saját elméd, saját tested, és ott van a dzsíva, ami még a lélek is hozzá kapcsolódik. Na most egyszerűen kivonod a lelket, és, vagy kivonod az elmét és a testet, mint akadályozott tényezőt a dzsívából, akkor megkapod átmant. De mivel a védikus tanítás pont azt tanítja a mahávákja, ayam atma brahma, az én atmanom azonos Brahmannal, Brahman pedig azonos a következő mahávákjával, prajnánam Brahma, azaz Brahman azonos a tiszta tudattal, Brahman azonos átmannal. Ha visszagondolsz, miről is van szó? Buddha Vishnunak a 9. inkarnáció. Egy védikus lény. Buddhának egyetlen egy tanítása nem mond ellent. Csak ellent mond azoknak, akik a síkagyukkal értelmezni próbálják. Aki hazaérkezett, az nem lát Buddha és Krisna között semmi különbséget. Mind a kettő a tiszta tudatnak a megnyilvánulása. Befejezve a dolgot, bár nagyon sok embert zavarhat az, holnaptól kezdve titeket is, hogy nincs saját elkülönült lelketek. De ha egyszer találkoztok vele, akkor ez nem fog zavarni. Miért nem zavar meg? Abban a pillanatban
ahogy köszönöm szépen Szunimapátnak, hogy erre rávilágított, abban a pillanatban, amikor megtapasztalod a tiszta tudattal való egységedet, mi történik? Meghaladtad a tudatoddal az elmédet és a testedet, ezáltal a tudatod kiszabadult a téridő börtönéből, odaléped be, ahol nincs tér, nincs idő, nincs ok, nincs okozat, azaz visszakaptad a szabadságot, amit az elme és a test rabszolgasága adott. Ez nem jelenti azt, hogy meg kell halnod. Ezt akár holnap reggel is megcsinálhatod, ha most nem történt meg idáig. Ez végül is akkor szamádi állapota? Abszolút. Ez az úgynevezett aszamprajnyáta szamádi a Raja Yoga szerint, vagy pedig mondhatod nirbija szamádi, az elmédben nincs egyetlen egy változás, nincs egyetlen egy gondolat, de mi van helyette ebben a megtapasztalásban? Halhatatlanság, benn vagy a minden tudás forrásában, és a legfontosabb, amiért mindnyájan itt vagyunk a Földön, hogy átéljük, mindnyájan, akik itt vannak, boldogok szeretnének lenni, benn vagyunk az ánandában, az ánanda, az üdvösség legmagasabb állapotában, ahomit Sivananda úgy fogalmaz meg, hogy a szamádinak a legalacsonyabb szintjein olyan mélységű üdvösséget tapasztalsz meg, ahogy Sivananda mondja, hogy képzeld el azt, hogy a világ összes boldogságát megkapod egy szép napon. Ott van nálad, mind a 7 milliárd emberé. És képzeld el azt, hogy a szamádiban, az alsó szinten ennek a százszorosát éled meg. Azért nem akarod a szamádit ott hagyni, mert valami olyat kaptál, amihez képest a földi érzéki megtapasztalások már nem adnak neked örömet. Röviden. Ez a szamádi, ez a zen szatóriával megegyező? Nem. Nem. Nem lehet egyező. Máshonnan közelítsük meg a kérdést. Ez a bot és ez a harang azonos vagy különböző? Most két gondolat között voltál, akkor te ki vagy? Az átmaváda vagy az anátmaváda? Hát tartsd meg ezt a nem tudhatót, és előbb-utóbb letisztul az a térszerű, tükörszerű tudat, amelynek eredetileg nincs tárgya, nincs benne átman, anátman, brákma, dzsiva, egyebek. Ezeket az emberek hozták létre azért, hogy a teljesen okos, de bölcsességre képtelen elme kivezesse magát a saját hülyeségéből. De mihelyt kivezette, köszönjük szépen, ennyi volt. És hogyha kell, használod, ha nem, akkor nem. Hatodik pátriárka, Huineng, megkérdezte az üldözőjét, amikor már tényleg szembeálltak, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? A jó és a rossz helyre bármilyen dualisztikus párt nyugodtan behelyettesíthetsz. Tehát, amikor nem gondolsz egyikre sem, akkor mi van? Hogy használd a rendszert, utána halad meg a rendszert, és érd el valamit, ami nincs benne a rendszerben, de mégis minden részét áthatja. Csak akkor tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, tisztán érzel, helyesen ismered fel a helyzetet, teremtesz kapcsolatot, és működsz, mint ember. Onnan tudod, hogy megvan, hogy te saját erőből, karmából már nem termelsz szenvedést. Ami szenvedést rád mér a világ, az emberek, azt nem adod tovább. Milyen gyönyörű dolog lenne a szenvedést nem továbbadni, hanem együttérzési átkonvertálni, és valami egész másképp viszonyulnánk akkor egymáshoz és a természethez. Onnan tudod, hogy megvan, hogy már nem kényszerűen, ahogy egyik fa szorítja és nyomja a másikát, és így lesz mindegyik determinált, hanem saját akaratból meghaladod a szenvedést, és nem adod kényszerűen tovább. És akkor minden a helyén van. Még egy gondolatot hozzátennék ide, mert nem voltam rendszeresen szatoriba idáig, de azt tanították nekem, hogy tulajdonképpen a szatori az egy olyan élmény, amit egy
pillanatnyi élmény, amiben a tiszta tudat egy picit átragyog. Tudod, hogy van, de utána nagyon sokan visszatérnek, ha nem tévedek túl nagyot, a szatori után, és ez inspirálja őt a további gyakorlásra. Előzetes előkészítés és tanítás kérdése, hogy ez megtörténik-e. Hagyom, hogy végigmond, aztán én is. Jó. Maga a szamádi egy nagyon egyszerű technika gyakorlatilag, mint kifejezésrendszer, hiszen a jógának maga a definíciója, ez a mindenki által már sokszor hallott jógás, citta vritti nirodha, a jóga nem más, mint az elmeváltozások megszüntetése, de maga az, hogy ezt a nirodha szót kifejtsük, nagyon hosszú idő kellene, ezért nem is kezdek bele, hogy képes legyél te saját magad az elmeváltozások minden fajtáját kikapcsolni. És miközben ezt megpróbálják iskolák egy olyan bonyolult folyamatnak leírni, hogy érdemes egy modellt kivenni, amit szerintem itt mindenki megért. Van, azt mondjuk, hogy a jóga, ugye meg kell szüntetni az elmeváltozásokat, ez számít jógának. Végtelen, most hallottam az egyik kutatótól, hogy 5% a tudatos elménk, és 95% a tudatalatti. Ezzel az 5%-kal, amikor élsz, cselekszel, azt hiszed, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Egyáltalán nem. Ott van egy hatalmas, nagy milliárd terabájtnyi információ, ami eldönti helyetted azt is, amit nem szeretnél. És ez ellen csak szisztematikusan lehet a jóga útján fellépni. Ez a szisztematika, nem mondom el a jóga 8 lépcsőjét, hanem azt mondja, hogy ha bármilyen elme problémád van, elme probléma az, hogy nem tudod uralni, akkor légy szíves, válasz ki egy pontot, fókuszálj arra. Ha ráfókuszálsz arra a pontra, az elmé teljes energiakapacitása arra az egy pontra irányul, az feltöltöd energiával, a többi gondolatod meg nem kap energiát, elpusztul, csend lesz a fejedbe. Utána, amikor már elkaptad, mondjuk legyen ez egy szép mantra, Om Namo Narayanaya, szépen ezt a rezgő energiát végigvezeted meditáció során a legdurvább síkról, innen a földi rezgésről, ahogy épp beszélek, szépen végigvezeted egészen az elméd legfinomabb részéig, amit úgy hívjuk, hogy szatvikus elme, és hogy a szutrák fogalmaznak, amikor a szatvikus elméd olyan finom lesz, mint a lélek tisztasága, azaz az elme elmegy nulláig, akkor ezt a mantrát, vagy ezt a fókusztárgyat bevezetted a tiszta tudatba, és ekkor értél haza. Ez egy teljesen egyszerű, szisztematikus. Kiválasztok a sok közül egyet, azt megfogom, többi éhen hal, és ezt pedig elfinomítom, és bevezetem a tiszta tudatba. Ez az egész. 3 perc az egész. Az elv. Hakuin zenmester költeményét szeretném idézni erre rímelvén. Majom lógaszkodik a tó fölött, eped a hold után, míg eljön érte a halál. Engedné csak el az ágat, a víz mélyébe tűnne, és a világ vakító fényát állna meg. Hogy ha mondanál valamit a dualisztikusról, miért rossz a dualisztikus? Nem rossz, csak hogy hallhattad. Nem tudjuk uralni a dualisztikus elmét alapból. Tehát ezért üzettünk ki a kertből, és nem tudtunk tovább gazdálkodást folytatni, mert ugye a dualisztikus tudat fekete kígyója, a rossz nága, az fogta magát, és beszennyezte az elmét, beszennyezte a lelket. És nézd meg mondjuk a görög serleget, ott 2 darab kígyó van, egy fekete meg egy fehér. Tehát vagy bölcsességet desztillálsz ki a dualisztikus tudatból azáltal, hogy meghaladod, vagy pedig széttép darabokra az a fekete. Úgyhogy semmi baj a dualizmussal, csak uraljuk már egy picikét, hogy ne a saját karmák mozgasson minket, hanem lehetőleg mi használjuk fel a karmánkat valami jobbra, mint pusztán önérdek vagy önzés.
Ugyanis az ego börtönéből elég nehéz kitörni, és az első fénysugár, az tényleg a Szatorinak a megjelenése, és utána el is tűnik. Ahhoz hasonlít, mint amikor egy alagutat válsz, és berobbantod a kőzetet, a robbanás pillanatában az alagút végén megmutatkozik a fény. Utána viszont ki kell hordani a törmeléket, ez már a karmának szépen az eltakarítása, a belátás által. Anélkül nem tudod, hogy hol van az alagút vége, anélkül nincs inspiráció. Az emberek nagyon sokszor azt a hibát követik el, hogy azt hiszik, hogy éppen megvilágosodtak, és akkor ezzel úgy minden véges, mert lehet hazamenni és tévét nézni. Hát nem. Mert általában az történik, hogyha egy nem kellő módon előkészített gyakorlattal és nem megfelelő környezetben tapasztalt szatória van valakinek, akkor utána rosszabb lesz. Nem tud magával mit kezdeni, nem tud a karmájával mit kezdeni, van egy hatalmas romhalmaz, mert az önképe az már nincs, a világképe az darabokban, és nem tudja az utat járni, mert nem tanították meg, hogy a robbantás után tessék szíves lapátot fogni, és a talicskába rakni a törmeléket, és ha kell, akkor évekig fuvarozni kifelé, mielőtt a következő robbantás az ott a tér, meg az idő. Hát ezt felejtjük el, hogy ezeket a hirtelen élményeket, ezeket a nyugat abszolutizálta, és ilyen spirituális vidámparkot igyekezett fölépíteni, hogy te neked majd itt élményed lesz. Hát nem. Azért nem, mert hogyha ez nincsen megfelelő módon előkészítve, kivitelezve és egy út részévé téve, akkor ezek a tapasztalatok többet tudnak ártani, mint használni. És ezért szoktam azt mondani, hogy tessék vigyázni a darmával, mert mindenki a darmát akarja, ugye, egy idő után, mert megtanulta, hogy az valami jó. De ha csak saját önös érdekéből vagy urambocsá élményhajhászásból szeretni a darmát, akkor ebből ilyen drága szág lesz, és az borzasztó, ugyanis akkor a darmának a kétélű kardját rosszul használja. Tehát a darma, az egy kétélű kard, vegyük észre, önmagában sehova nem megy, a te kezed által lesz vagy bozótvágó, vagy önsorsrontó. Ez rajtunk múlik, kérem szépen. Ugye ezért kell a szatorival is, meg az utána végzett karma munkával gyönyörűen vigyázni, hogy ne ragadjunk le abban a pillanatban, amely eredetileg nem mozdul, ne akarjuk definiálni azt a tudatot, amelynek eredetileg nincs tárgya, mégis éljük az életet. Épp elmével, működő személyiséggel. Vessük le a korlátainkat, de ismerjük meg a határainkat. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és a nyugat nagyon jól csinálja azt, amikor artikulál és fogalmaz és rendszerez, a kelet pedig nagyon jól csinálja azt, hogy ezt az egészet meghaladod, és a mantra visszaolvad a csendbe, a tudattárgy visszaolvad a térbe. Tehát a forma és az üresség gyönyörűséges átmenetét ezt a kelet még mindig jobban tudja, mert évezredekig tanultuk és tapasztaljuk a nem azonosulás gyönyörűséges műveletét, de csak azért, hogy később meg tud fogni azt, amit meg kell, és utána el is tud engedni. Ez nagyon messzire visz, és csak a gyakorlat segít, ez a válasz így mindkét kérdésre, hogy az a tapasztalás, amit egy érvényes hagyomány keretein belül az általad elfogadott tanítóval és egy olyan közösségben, ahova be tudtál illeszkedni, így a Buddha, a Dharma és a Sangha hármassága, az az a keret, amin keresztül ez az egész haladás elképzelhető. Tehát most praktikusan elmondtam. Mert ha nincs szatori, az a baj, ha van szatori, az a baj. Egy gondolat van még szintén a jogikus oldaláról ugyanennek a kérdésnek. A védák azok egyáltalán nem duálisok. A véda az egyetlen egy fogalomról beszél, a tiszta tudatról, Brahmanról. Utána rájöttek, akik a védákat szerkesztették, ha maguk belső sugallatai, vagy az abszolút rajtuk keresztül való megtapasztalásán keresztül, hogy nem tudják továbbadni az embereknek. Mert senki nem érti meg, mert az ember alapvetően dualisztikus. Ha van kicsi, akkor van nagy. Ha ez a tányér nagy, akkor ez valamihez képest nagy. Ha valaki szép, akkor már mellé gondoltam a csúnyát is. És van egy olyan hitem, hogy van ember és van Isten. És ezek különállóak. Patanjali, aki a Raja jogát vagy a joga filozófiát kidolgozta, hangsúlyozta maga is, hogy összeszerkesztette,
Ő egy remek fogást alkalmazott. Ő azt mondta, hogy egy duális filozófiára ráépíti az egészet, mert az egy emberszerű, az úgynevezett Sankhya filozófiára, és figyeld meg, milyen nagy trükköt csinál. Végigvezeti a szutrákat, hogy van prakriti, azaz anyagvilág, van purusa, azaz lélek, és ahogy a jogi szépen megvilágosodik, mi történik a prakritivel? Meg nem nyilvánultá válik. Azaz ugyanolyan nem dualista filozófia a végén a Raja Yoga szutrák is, azaz visszavezeti mindenkinek a tudatát arra, hogy egyetlen egy fogalom létezik az univerzumban, a tiszta tudat vagy Brahman, és ez a tiszta tudatnak van egy teremtő képessége, és ezt nevezik az isteni színjátéknak, hogy időnként, amit az előbb említettek, csinálunk egy ősrobbanást. Utána, mint az emberi szív, kitágul szinte fénysebességgel az univerzum. Egyetlen egy helyen van ez az ősrobbanás, a tudatodba. Sehol másutt nincs tér, nincs idő, csak tér tudatod van, idő tudatod van. Ha nem lenne tudatod, akkor most nem tudnál velem beszélni. És az emberek pedig azt hiszik, hogy van tér és van idő. A 8. században élt nagy szanszkrit bölcs, védikus bölcs, Shankaracharya fogalmazta meg ezt a szép mondást, Slokardena pravaksyami aduktam granta kotibih, brahma satyam jagam mitya, jivo, brahma eva náparah. Egyetlen egy versben elmondom, mit könyvek, temérdek sokasága mondhat, a tiszta tudat a valóság, a világ csak illúzió, nem egyéb. Ezt az illúziót úgy kell érteni, nem úgy, hogy ez a tányér nem tányér, hanem azt mondja, hogy az számít az univerzumban egyetlen valós fogalomnak, ami nem változik. Mutass nekem egy fogalmat itt, vagy tárgyat, ami nem változik. Én nem tudok. Minden változik. Tehát, aki nem kész arra, hogy a védikus bölcsességeket befogadja, és a nyugat végtelenül türelmetlen ebben a kérdésben, ugyanis Indiában megvolt, hogy hány éves kortól, és kihallgathatta, kitanulmányozhatta a védákat, és ki nem hallgathatta, és nem is tanulmányozta. Nem azért, mert ki akartak rekeszteni valakiket, hanem az, aki söpörni jobban söpör, de soha nem fogja megérteni a védákat, azoknak nem szabad erőltetni, mert egész életükben csak frusztráltak maradnak. Mi meg azt hittük, hogy megjelenik a számítógép, megjelennek a könyvek, és a tudás mindenkié. Ugyanolyan sötétségbe él az emberiség, ugyanúgy a newtoni világba él a magyar társadalom, 99%-a gőze nincs arról, hogy Albert Einstein mit mondott. Gőze nincs arról, hogy amit itt fogok, ez nem más, mint koncentrált energia, hiszen minden az univerzumban a tudat kiáramlásából energiaként nyilvánul meg, ahogy Albert Einstein mondja, ahol az anyag megjelenik, az azért jelenik meg, mert az energiamező koncentrálódik.